édesanyám azt is elmesélte, hogy Szolnokon volt bent egy farsangi mulatság, akkor már nagyobbacska voltam, és akkor megszólalt a zene, akkor beszaladtam a terem közepébe, és elkezdtem forogni, járni. Aztán oda jött, fölkapott, mert akkor Szolnokon bokáigérő, széles, nagy alsószoknyás ruhákba jártak az hölgyek, és mikor forogtak, akkor az nagyon erősen csapott, és félt, hogy megcsap a szoknya, azért elvitte engem onnan. Én meg szomorú voltam, hogy nem táncolhattam tovább. Nagyon jó volt az, hogy találkozhattam még a SZOT együttes előtt Molnár Istvánnal, mint regős csertész utazgattunk az országba, és Siófokon volt egy népfőiskola, és ott tanított. Mindenképpen nagy nyomot hagyott lelkembe az, ahogy őt táncolni láttam. Oh, 1958-ban megalapítottam a Bartó Béla táncegyüttest a Vegyipari Dolgozók Szakszervezet támogatásával, és hát nem véletlen az, már említettem, hogy mi volt az oka annak, hogy ezt a névadót választottam, Bartók Bélát. Ez egyúttal egy irányt is jelentett az én művészi munkámba. Ezt a munkát 22 évig csináltam. Kialakult például a táncház mozgalom, és olyan fiataloknak, meg idősebbeknek is taníthattuk a táncot, vagy a táncosaim szüleinek, akik még ilyennel nem találkoztak. A fővárosban, ott, ahol leghamarabb eltűnt ez a hagyomány, már a falukba is eltűnt, és itt mégiscsak sikerült újraéleszteni a táncház mozgalommal. Nagy Lászlónak tetszett a táncház nagyon, és eljött a Bartók együttesbe. Éppen gyimesi csángó táncokat gyakoroltunk, és mondja, hogy hű, de tetszik ez nekem, amit csúlyogatnak itt a táncosok. Írjátok már le, mit kiáltotok. És neki fontos volt tudni a szótagszámot, egyebeket a költeményéhez, és írt egy verset, aminek az a cím, hogy Táncbéli táncszók. A Bartók Béla táncegyüttesnek ajánlotta. Oda menjünk, ahol kellünk, ahol nekünk öröm lennünk. Bartók együttesi munkám után az Államegyütteshez kerültem, ott 16 évig dolgoztam. Hogyan lehet ezt a nagy együttest, amelynek igazán nagy múltja van, hogyan lehet ennek továbbiakban új programot adni, olyan mester után, mint Rábai Miklós volt? Az emberek az újtól egy kicsit viszonyogtak, féltek, tartózkodak voltak. A korábbi időben másképp csinálták a táncosok a dolgukat, meg a zenészek is. Azért sikerült összhangot is teremteni, és sikerült több olyan műsort létrehozni, amivel bejártuk a világot. A japán tanításaink egyáltalán nem szakadtak meg, és elmondhatom, hogy gyakorlatilag 78 óta egyetlen év sem telt el, hogy nem voltunk Japánban, de olyan volt, hogy háromszor is egy évben. Régen volt tánc nyelvünk is, tánc anyanyelve is volt minden népcsoportnak, és ez nagyon fontos, hogy minél előbb megadjuk a gyerekeknek. Kodály Zoltán mondta, hogy az éneket még születés előtt 9 hónappal kell megkezdeni tanulni. Ez valahogy így van ez a tánccal is. Mondom, utánoztam az akkori profi táncosokat, akik ugye botos táncoltak, és én meg csak csináltam, gondolom ez így lehetett. Azért örülök ennek, mert ezt ő nagyon szerette, és nagyon sok színére tudta csinálni. Mások is megszerették tőle, és ennek én nagyon örülök, hogy maga a művészet kivirágzik. Sok nagy közönséget nyer, ez nagyon jó, és a következő generációkban is kezd kialakulni ez a szeretet.